A tún, mint segédige. Tehát a tún az azt jelenti, hogy tenni, cselekedni, tenni valamit. Itt leizn. Itt schreiben, itt kochen. Ich tue nicht kochen. Én nem csinálok főzni. Tehát segédigeként, a hóutasban ezzel nem találkozunk. A következő pedig, igen, ezzel most találkoztam, amikor megint hallgattam, vonatkozó mellékmondatban, amikor azt mondja, hogy az a kislány, aki, ami, amely, ahol, stb. És akkor a németből ugye azt tanultuk, hogy das Mädchen, das nicht gegessen hat. Tehát amire vonatkoztatom, annak a névelőjét kell használni. Hát erre mit mondanak a svábok? Azt mondja, der wo, des madel, des wo, vagy der wo, nicht gegessen hat. Tehát itt ez a wo, sajátosság, nem kell elmagyarázni, csak megállapítani, hogy bizony így beszél. Hasonlítás, csak a wie kötőszót használja, ugye azt tanultuk, hogy van a wie meg az als, hogy a wie, amikor azonos tulajdonságokat hasonlítunk össze, és az als, amikor különböző. Tehát én ugyanolyan öreg vagyok, mint te, ich bin genauso alt wie du, ich bin älter als du, én idősebb vagyok, mint te. Semmi, a sváb azt mondja, ich bin älter wie du. Hát, ennyi. Ők csak a vít ismerik. Helyhatározó, hogy wohin, és erre a német azt mondja, hogy nach. Ich fahre nach Budapest, ich fahre nach Verisvár, und so weiter. Erre pedig itt az van, hogy I vor F Verisvár, I vor Wien, I vor Kumon, ez volt az egyik szövegben, meg Komáromba ment, aki mesélte. Tehát itt is egyszerűsítette. Na most jön a lexika, a szókincs. Hát azt én mind nem írtam ide, mert nem félt volna, mert körülbelül 3 oldal lett volna. Azt gondoltam, hogy itt néhányat elmondok, itt a dolgozatban bőven van neki 1 oldal. Nagyon sok osztrák szóval találkozunk, régi bajor szavakat, és a téma, amelyekhez ezek kapcsolódnak, a legegyszerűbb témák, ugye? Rokonság, táplálkozás és a ruházat területén. Itt vannak például a Großmutter, mondhatom én azt, hogy óma, meg mondhatom azt, hogy ómi, de a Szent Ivániak mit mondtak rá? Na, ti áll, vehozszokt. Hát ez az, ti áll, meg te ájl. Hát ez az, Lívia, ez most neked szólt. Bocsánat. Na, tehát ez is ilyen tipikus szó, amit az osztrákoknál és a bajoroknál található meg. És akkor a puzzle. Hát a tante helyett, mert a németben a tante, és akkor a puzzle, nem? Ti kaul. Kaul a keresztszülőre. És a hochdeutschban mindenhol a páte, a taufpáte, meg a taufpátin, te kaulut, te, ne, ti kaulun, te keid. Nekem még így van itt hátul. Igen. Meg a fede, tudjátok, a fette. Jó, ezek voltak a rokonság. Étkezésnél, hát az élesztő, csak az osztrák szót használjuk, a kem. És nem azt mondom, hogy héfe, amit ugye a szótárban megtalálok. Kipfű. Kipfel, az is osztrákos. Topfe. Nem a kvárkot használom, ami hochdeutsch, hanem topfe. Tehát egyszerűen, meg szájmű, meg kráj, meg tikrámű, lekvá. És egyébként a lekvá, én azon nagyon sokat gondolkoztam, kinek van még ötlete, hogy ez honnan jön, mert ez németből jön, lekvá és lekvár. Na, mondjad, Renus. Igen. A lekken meg lekker az azt jelenti, hogy finom, és váre az áru. Valamilyen finom áru, amin úgy el tudok nyalakodni. És így jött át a magyarba, és lett belőle lekvár, és a magyarok azt gondolják, hogy mi a fának, bának, milyen vár ez? Nem tudom, hogy gondolkozott-e valaki ezen már magyar részről. Tehát az étkezésnek a területéről rengeteg szó,
a ruházatról a Kleid helyett mindig Gewand, Gewand, ez Gewand, ne? Und es Kiel. A Kiel az pedig a szoknya. És a Rauk, hogyha azt mondták, hogy en Rauk, az meg a kabát. Az meg a kabát volt. Tehát kialakítja magának a nyelv a sajátosságait, és a Fürte, az pedig a kötény volt. És az onnan jön, hogy Fürtuch, hogy miért Fürtuch, huha, ezen még nem gondolkoztam, de az a Fürtuch és a Schürze helyett, igaz? Jó, én azt hiszem, hogy ez egyelőre így elég a sajátosságokról. Most gyorsan visszamegyek. Most hallomásból egy kis statisztikát szeretnék csinálni, hogy hányan értik meg ezt az anekdotát, jó? Mert utána tovább fogok menni statisztikákkal. To varamau, und te hot raus kovad in Köle oda in Wein opzaum, av amoi herde, Jézus Marind Jósef! Nun schreit er, ja, was ist passiert? Was hast du gemacht? Das Weib hat geschrien. Nicht? Und das Weib schreit, wir haben heute kein Dogma, ja, ist es leid. Die Wuchtel sind wir verbrannt. Was soll ich jetzt machen? Und da sagt er mir, hat in Hosen scheißen und lachen. Hányan értették meg igazából a csattanóját? Hú, elég sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Szerintem a fele, majdnem háromnegyede. Ennek nagyon örülök, mert itt vagyunk 50-en, 60-an, és annak a talán a háromnegyede, akkor itt többen tudnak svábul, mint az én mintámban. Leírtam ide a szöveget, csak nem akartam, hogy együtt olvassátok, mert akkor talán könnyebben rájöttök a csattanóra. Aki viszont nem értette, annak azért illik elmondani, ugye, hogy az ember dolgozott lent a pincébe, kedves felesége egyszer csak nagyot kiált, hogy Jézus Mária odaégett a bukta, mi lesz ma az ebéd, mit csináljak? Erre azt válaszolja, hogy csinálj a nadrágodba és ne vessél. Ennek igazából itt csak akkor van értelme, hogyha a rímet megfigyeljük, ugye, hogy moche és loche, hogy machen und lachen, hogy mit csináljak és ne vessél. Hát most a dolgozatomhoz készített felmérésnek az eredményeiről mondanék néhány szót, és ezt akartam így összehasonlítani azzal, tehát ide nagy valószínűséggel azok jöttek el, akiknek van sváb tudásuk. Mert a felmérést, amit 94, 2014, 24, 24, 30 évvel ezelőtt készítettem, az egy emberöltő, vagy úgy szokták mondani, generáció, ugye? 90-ben a lakosság száma, lehet, hogy nehezen olvashatok, én mondom a lényegesebb szavakat, vagyis az adatokat. A lakosság száma 3426, a németeknek a meghatározása bizony 90-ben még nagyon érdekes volt. A 290-en vallották azt, hogy ők német nemzetiségiek. A lakosság 3400-ból, 180-an azt mondták, hogy az anyanyelvük német, mert olyan fifikásan feltették a kérdést, hogy hát ha nem a nemzetisége, akkor mi az anyanyelve? Hát ha oda beugrik és azt mondja, hogy nemzetiségem ugyan magyar, de azért én németül vagy svábul tanultam meg először, mert ugye a 941-es népszámlálásnak a felhasználása az még mindig itt volt az embereknek, itt a Hinterkopfban, az emlékezetükben, hogy aki azt írta a 41-esbe, hogy német nemzetiségi, azt igen elvitték a német hadseregbe is, illetve 45 után kollektív büntetésként ki is telepítették. Hát mi Szent Ivániak azért szerencsések voltunk, mert nem olyan nagy volt a kitelepítés.
És akkor volt itt egy olyan, hogy 1780 ember minősített. Na most ez az volt, hogy a polgármesteri hivatal, vagy ahogy hívták akkor a tanácsházán az ottani hivatalnokok feladata volt az, hogy nektek itt nagy a helyismeretetek, szerintetek mennyi itt a nemzetiségi. És ott azt mondták, hogy 1780, így minősítették. Hát a többit akkor, így a többi az adódik már, egyéb délszláv, egyéb nem tudom ki, az van néhány szlovák, cigányunk se volt. Na most, én, mint mondottam, 2285 kérdőívet bocsájtottam ki. Úgy csináltam, hogy az iskolásokat kértem meg. 1990-ben meg lehetett csinálni. Hetedikeseket, nyolcadikosokat, menjetek a faluba, kérdezzétek ki. Örömmel csináltak. Egyetlen egy fiúról tudtam, aki csalt. Hogy ő aztán otthon befirkált mindenfélét, mert a gyerekek azért csak így elmondják egymás között, meg nekem is elmondták. Tehát ez volt a felmérés, és ebből, ami bennünket érint, tehát úgy kérdeztem, hogy a svábot, mert kérdeztem, hogy a hochdeutscht, a magyart és a svábot, ilyen kategóriák, hogy nagyon jól tudja, jól, vagy rosszul, vagy egyáltalán nem, illetve külön választottam még azt is, hogy érti, vagy beszéli. Ami lényeges, összesen 702 személy volt, aki nagyon jól, illetve jól tud és ért is. Tehát ez azt jelenti, hogy ő ezt a nyelvet tudná használni kommunikációra, de nem használja. Miért nem használja? Az majd egy kicsit később jön, bocsánat, nem baj. Akkor megvizsgáltam ezt a 702 főt, a svábul tudókat, hogy milyen ebben a csoportban a kor aránya. A vizsgált csoportban 82 év fölött volt 1,27%, a svábul tudóknál 2,85%. Tehát már is túl vannak reprezentálva az öregek, ami azt jelenti, hogy az öregek tudják megbeszélni. Ezt a felülreprezentáltságot a 26 és 45 között születetteknél látjuk. Az egész vizsgált csoport 25%, azon belül a korcsoport a 65-45 év közöttiek. Ugyanakkor a svábul tudóknál 42%, tehát itt még mindig nagyon erősek vagyunk, és nézzük meg 46, a háború vége, szándékosan csináltam itt ezt a választóvonalat, hogy ott már 25 majdnem azonos, és ha lejjebb megyünk, például a 75 után születettek esetében, a nagy csoportban 18%, akik 75 után születtek, a svábul tudók között 9 darab volt. Tehát mit találtunk? Azt találtuk meg, hogy a nyelvjárás drasztikusan, a korral, az életkorral drasztikusan visszahúzódik. Hutterer professzor úr erre azt mondta, németül szebben hangzik, de lefordítottam, hogy a nyelv története beszélőinek a sorsát követi. Hogy akkor volt egy ilyen negatív választóvonal, és ez a nyelvben is látható. Hát nézzük akkor meg a nyelv használatot és nyelvváltást. A nyelvváltás jelenti azt, hogy az egyik nyelvből átváltok a másikra, most nem nincs jelentősége annak, hogy most dialektus vagy köznyelv. 461 személy anyanyelve sváb, illetve sváb és magyar, de csak 182 használja, mert volt egy olyan kérdés, hogy naponta mennyit használja, mikor használja, milyen körülmények között. 702 adta meg, hogy nagyon jól tud, de csak 75 adta meg azt, hogy többnyire svábul is beszélek.
és 107-en pedig egyformán sokat. Na most a kérdésem az volt, hogy akinek rendelkezésére állna a sváb, azoknak csak az negyede használja. Miért? Miért? Sok-sok tényezőt találtam, ami ezt befolyásolja. Az előbb az életkort, azt mondtam, ugye? Történelmi eseményeket, kitelepítés, ezt is tudjuk. Mobilitás és városiasodás, hogy egyre többen mentek ingázni, dolgozni Budapesten, más helyen, hallották a magyar nyelvet, ők is magyarul beszéltek, svábot már nem használták. Értékítélet, presztízs. Hát otthon is, a házakban többen mondták azt, hogy hát svób, és te musst nicht lernen, tehát nem kell svábul tanulni, azzal úgyse boldogulsz, magyarul azzal boldogulsz, esetleg még a hótajcsal. A másik pedig a nyelvsziget el van vágva a német nyelvfejlődéstől. Hát ha meggondoljuk azt, hogy Németországban az iparosodás és az iparosodásnak a szókincse az 1900-as években mennyire fejlődött, és főleg 45 után is, amikor teljesen el voltunk vágva a német, úgy hívják, hogy Dachsprache, tehát a tetőnyelv, az a nyelv, ami a tetőt képezi a több nyelvjárás fölött. Tehát nyelvsziget. Aztán hiányzik az írásbeliség, azt is majd be fogom még mutatni, arra kitérünk, svábul nem tanítottak senkit írni. Tehát akkor ez tényleg csak úgy tud megmaradni, hogy apáról fiúra, fiúról unokára, és így tovább, tehát csak szóban tud terjedni. A gyorsaság és gazdaságosság olyan kérdést is föltettem, hogy hát miért beszéli az egyiket, és miért vált át a másikra. Hát azt mondja, ami hamarabb jön, ami korábban a nyelvemre jön, az, ami előbb eszembe jut, azt használom. Formális, hivatalos helyen csak magyarul beszéltek, hát hiszen az államnyelv a magyar, és annak a szókincse egyáltalán nem jött át. Tehát valószínűleg nem mondták azt, hogy Iké Gemeindehaus, vagy ilyesmi, Ikéfti tanács. De ezt most itt délután megint hallgatgattam egy pár régi felvételt, és úgy a fülem megakadt rajta, hogy Efti tanács kéri. A családban, barátok közt ezt mondtam. A nyelvváltás nagyon lassan történik meg, többnyire ezt a tapasztalatok mondják, én még úgy megbizonyítani nem tudom, hogy többnyire három generáció alatt hal ki egy nyelv, utána már csak emlékezett, az emlékezett nyelve, és azt hiszem, hogy mi valahol ennek a küszöbén állunk. Mert mi is, ha még tudhatnánk beszélni, még mi is beszélhetnénk, de miért nem beszéljük? Hát mir kinden se a bissel schwobisch reden, aber mir tanzt nicht. Warum jetzt das nicht? Hát, mindenki szálljon magába, és gondolkozzon el rajta. És miután a nyelvet ez a közösség feladta, akkor a kulturális különbségek is eltűnnek. Én itt a sváb főző tanfolyamról tudom mondani, hogyha beszélgetünk, hát akkor mit főzünk? Hát spagettit fogunk főzni, meg pizzát sütünk, meg ilyesmi. Ahelyett, hogy krumpirt kenyeret csinálnának. Tehát a kultúrának a különböző szegmense is, meg az öltözködés. Hát megmondom nektek, hogy ez a blues is engem, megmondom őszintén, feszélyez valahogy. Nem olyan kényelmes, mint amikor egy pólóban szaladgálunk. És hogyha még hozzáveszünk a 2-3 alsó szoknyát, meg a Hanselwurstot is, hát bizony nehéz, és így ez is a kultúrának egyik része, amit felad a közösség, és eltűnnek a környező társadalmak közötti különbségek. Mindjárt megnézem, hogy most mi jön. Ja, igen, a kódváltás, itt néhány példát hoztam. Ilyen szavakat tesznek be, hogy lássuk, hogy mely szavakat nem tudja ott svábul mondani. Például azt mondja, hogy te szántik lányi pulmi a nyatívat kvészt.
A divat, hát azt nem tudja magyarul mondani, vagyis németül mondani. Akkor azt mondja, hogy Pentók, Szánc Óvikánga, Neid, Efti rádióállomás, Pentstokke Jósi. Én nem tudom, ki volt a Stokke Jósi, ezt a Mirk nagypapám mesélte a karácsonnyal kapcsolatban. Aztán később meg már azt mondja a nagypapa, hogy ti rádióstáció hamskmocht. Ott már egy kicsit átváltott a németre. Aztán máskor azt mondja, hogy Vilme jegyszanin lelki gyakorlat kvészt. Tehát a lelki gyakorlat, van arra is hochdeutsch szó, hogy exercizien, de hát ezt nem használta a Marlok nagypapa. In der neichi demokrácia, hát mert mit kújny mi az náci. In der neichi demokrácia. Aztán mit i hittanosok számekaunga. Hát ennyi. Und tut, was, tut is a büfé kvészt, nem? Meg a, még egyszer a te plusz, kriet, voszams kriet, várja, this is richtig so van, av ámúj fed a post, kriet, ah, na jó, kriet, itt valami hiba, egy gépelés van, kriet, már, vagy a postától, tessék, kriet, kriet, hode kriet, krin, ez valami itt nem olvastam át. Hát lehet, hogy egy for the post, hode boríték kriet, und ott trin, volt ez, igen, azonnali elbocsátás. Nem tudják magyarul. És akkor még itt a néni azt mondja, hogy hát ez, várjál csak, das kolka mancsnéd einkfolyn is, das sind mir por kazetta mit nyama hedden fenn énekkar. Hát a kazetta és énekkar nincs. Hát ezt nem tudom svábul mondani. Nagyon sokszor megy a sváb beszéd, és magyar kötőszavak, indulatszavak keverednek bele. Erre mesélte valaki, hogy azt mondta a Valper, azt tudjátok a Valper atya Csobánkáról, hogy ti svom kaum fetenk keine, van stajcs reintan, ova széhe kommt dazu, dehogy nem, vagy pedig, hogy tesz oda szokt. Fetein vázmes szíhet, tesz tesz svómszán. Tehát a Valper atya elmagyarázta, hogy honnan lehet megismerni a magyarországi németeket, amikor ők megpróbálnak németül beszélni. Onnan, hogy az indulatszavakat és a kötőszavakat magyarul vágják bele oda, mert az valahogy könnyebben és automatikusan jön. Mondtam, hogy az írásbeliség hiányára is kitérek, ez itt csak egy példa, hogy mégis hogyan lehet ezeket a dialektusokat írásban megfogni. Ez az én nagypapámnak itt is a dolgozatban hozom. Nagypapám mesélt svábul a bányáról, hogy a bányában hogy dolgoztak. Kézen haben meistens nur, wenn wir auch gefeiert haben. Hochdeutschul mellértem, hogy gegessen haben wir meistens nur, wenn wir auch gefeiert haben. Tehát amikor a füstszünetet csinálták, amíg a robbantás után füst volt, akkor nem lehetett dolgozni, akkor ették meg az uzsonnát. És nézzétek meg ezeket a betűket, hogy hogyan lehet egészen pontosan leírni ezeket a diftongusokat, meg a különböző hangváltozatokat, meg hogy nagybetű, kisbetű, arról ne is beszéljünk. Tehát kézen, nem éi, és az i az, amit kevésbé hallasz, azt egy kicsit följebb rakja. Kézen, hama, megint ez az a, itt is egy fejreállított a, amelyik csak úgy a torokból, és csak a svának szokták hívni ezt, aki angolul tanul, meg ilyeneket ott is előfordul ez. Tehát látjátok, a diftongusoknál például rauge, meg az e-nek és e-nek, e-nek a különböző változatait mindenféle kis jelekkel csinálják. Hát ez a hétköznapi embernek nagyon bonyolult lenne, nem is használják, csak mindenféle nyelvészeti dolgozatokban.
Írásbeliség hiánya, Szent Iváni újságba írtam 91-ben, ezt a nagypapával készített interjút leírtam. Mit kapok a Szent Ivániaktól? Hát, hogy írtad, mit írtad, ezt én nem tudom elolvasni. Mondom, ezt nem kell tudni elolvasni, svábul kell gondolkozni. Mert próbáltam a magyar, meg próbáltam a Hochdeutsch, mindent összekutyulni, hogy valahogy megértsék. Hát, mi van Olli te hám? Szen éjznám a Olleszkot. Mi hám jön egy kvízt? Favauti russen kumme vien. Ove ide haupt, ob si kumme vien. Ne, fenn csáve zu, sanns no an kumme. Av amoi ham a kert, schiesen, verkauvac, verwehrisva, und noch en sanns stát kumme. Tehát mesélt a nagypapa, hogy 44 karácsonyán honnan jöttek az oroszok, honnan hallottak lövéseket és ilyesmit. De ebből a lényeg, amit ki akartam hozni, hogy hát nem tudták megérteni, és akkor kaptam a fejemre. Na, másik az írásbeliség hiánya. Egy néni küldte nekem ezt, mert hogy ezt az éneket írja már le nekem, és próbáljátok hallgatni. Tehát nézzétek meg, hogy a magyar és amit valahol hallott, még lehet, hogy az iskolában se tanult meg rendesen, tehát A betűre vesszőt ír, Menschen C, S-sel írja, Muttert írja nagybetűvel, többit kisbetűvel, de öröm nézni ezt az írást. Tehát Zsuzsi, neked nem tudom úgy megmutatni, de valami... Olyat képzelj el, hogy német és magyar teljesen össze van keveredve. Ez is, de most miért nem mész tovább? Igen. Ez is hozzájárul a nyelv elvesztésével, hogy nincsen írásbelisége. Jó, és akkor most következik, ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog. Az időkapszuláról kihallott már, tudja, hogy mi lesz. Akik benne vannak, tudják, hogy a 300 éves emlékmű, most nem tudom pontosan a talapzatába, vagy alá, vagy mellette, igen,
egy időkapszulát helyezünk el, úgy lesz bezárva, hogy a 100 évig senki ki nem nyithatja, semmilyen időjárási körülmény, vagy sav, vagy atomrobbanás, vagy bármi nem tudja tönkretenni, és üzenünk a 100 évvel utánunk itt élőknek. Ezt hivatalosan majd a Peller Gyuri is lepecsételik, beírják, ott lesz az önkormányzatnál, tehát 100 év múlva kutya kötelesek lesznek kinyitni. És én azt mondtam, hogy hát próbáljuk meg a nyelvjárásunkat, mert 100 év múlva tudti, hogy már senki nem fogja be. Ha már most is alig, akkor 100 év múlva nem. Két szöveget tettem be, az egyik a Marok János Pék bácsi, Tehanespeik, elmeséli, hogy hogyan kell kenyeret sütni. Másik pedig a nagypapám, ahogy meséli, hogy a bányában a szenet bányásszák, és úgy valahogy gondoltam rá, hogy hát mi lesz, lehet, hogy 100 év múlva tényleg el kell nekik menni a bányába, és tényleg fel kell húzni a szenet, ha nem akarnak megfagyni. Sose tudni, mi lesz itt háborúügyben például. És kenyeret is lehet, hogy otthon kell nekik sütni, mert a Lidl nem lesz ott, nem lesz ott a Spar, Aldi se. Hát akkor gyerekek, süthetjük a kenyeret. No, és úgy csináltam, hogy a felvételt odai, tehát a felvételt, és utána hochdeutschul leírtam, mert arra gondoltam, hogy hát azért azt talán még megértik, és magyarul. Most én itt nektek 2 perc talán az egész, lejátszom, amit ők mondott, és magyarul meg oda lesz írva, de meglátjuk, hogy mennyire látható. Jó. Nem rászom. Jó. És prich tahanespek vapili szentilán. Az prókó, ha viemet ez tévihi prót herrichten muss. A vorteil is, min express prótban, mert snöja prót, ő Bohren herrichten, tut man die doppelte Kern, so 1-2 Kilo Müll, wenn man 5 Decker Kern, und die Grünbirn kann man auch rauchereien, mit dem Rehweisen, so wie wo man Kreireien rein tut, und in einem anmachen. Die Kern, Salz, alles gut, warm im Winter, im Sommer lauwarm, mit besonderem Wasser. Gehen, und 3/4 Stunde dann steht dort, zusammenstößen, von beiden raus, dann Nudelbrett drauf und zusammenstößen, links und rechts, oder wie man halt auswiegen tut, und eine in Weiling und zudecken im Tag, dass er nicht haarig wird. Und wieder gehen lassen, kann man zweimal zusammenstößen, in einer halben Stunde wieder drauf und in 1,5 Stunden, 2 Stunden kann man schon auswiegen im Tag und in die Pfanne rein. Und, oder in die Schüssel, wie man, was für Geschirr das man hat, und in den Ofen rein. Und danach, wie es, weiß ich, wenn mit 2 Kilo, das braucht oder mehr Hitze und Länge. Das braucht 60 Minuten, eine Stunde lang. Und mit dem ist man schnell für die. So kann man schnell Flecken pochen, wenn einer kein Brot hat, braucht nicht verzockt sein, haben kein Brot nicht, einen halben Kilo Mehl. Anrühren, 2-3 Decker geben, so geht es schnell und ein bisschen einen leichteren Tag machen. Und zwar mit dem Kohlhöfchen zusammenstößen, wenn es in der halben Stunde gegangen ist. Dann macht man Lavel, so 10-15 Decker. Danach, wie man heute halt die Reihe haben tut. Nur so viel Öl muss man drin haben in der Reihe, dass die Flecke schwimmen tut. Und ausziehen in den Tag, so fingerdick, ein bisschen dünner, weil das läuft ein. Na, oder Tag, nicht in Öl drin, weil man kann. Wenig Öl drin ist, dann brennt es unten an. Mit Schmalz kann man nicht kochen. Mit Schmalz kann man auch kochen. Nur das tut allebei so, an einem hohen Dezi Öl bereits saugt eine Flecke auf. Und mit Schmalz, wenn man tut, hat der eine Vorteil ist, mit der Flecke, wenn man es mit Öl tut, der bleibt allebei fett. Weil das trittelt mit Schmalz, das trittelt auch und das ist noch ein. Wird von der Ort, wo man nicht so fett wird. Nur kann man es auf, wenn es liegen dann 2-3 Stunden oder den anderen Tag, die haben es nur in Reihe alleine und aufgewärmt ist sie wieder frisch. Wieder frisch. Bocsánat, rosszul vágtam le. Igen. Én most ezzel szeretném befejezni a Szent Iváni nyelvjárással kapcsolatos fejtegetéseimet,
hogy amit én tudok tenni, az az, hogy egy ilyen lemezen megőrzöm, leírom, betesszük az időkapszulába. De van, aki ezt élőben is megcsinálja. Ma délelőtt voltam Török Bálinton a Német Nemzetiségi Nyelvjárási Prózamondó versenyen, és volt ott egy aranyos fiúcska, a Radnai Henrik, és ő Szent Iváni, kicsit vörösvárias nyelvjárásban mondott egy szöveget, és első helyezést ért el. Ő most élőben tudja majd továbbvinni, tehát valami reményünk van, és én arra kérlek benneteket, hogy nagy szeretettel fogadjátok, hallgassátok meg azt, amivel ő ma nyert. Te foraszaj, pám! Jejc véri ányfa cőny, pozmit mér in vintek sérinc. Ez vajanuár, in unzram torf, is treje voke rám szó hogy kvészt, taz in de frua, in hof, ez vosze, iver oly ányfriedis. Kocsa tank, am fredok, ha mér sné ákriek. Tén kánszin tókhoz gsnájt. Szó, mér kint a fotem famili, ham pis bróke, taz am számztok, s nim folkam a vern. Mányi priede, de pernakul, und de taumájszám mit kume. Mányi svájszta ti franci, hot kán is tífűkot, szóci mérzen te hámplérn. Szivózelt rárik vészt. Unzri móda hoce unszk szót. Kinde, trasszizes tolkolj! Ez mi ezt, ein stolk vorm anlegen, und plebsz ne zolán trasszt. Mi ezt an untri, kinde, szvámir ollaz anklegt, hoz unzri móda szóthod. Kaki hozen, vormi széke, flicsi hozen, dikken pulóve, lájvű, vindejangen, mützen, und sö, was mai moldat striktod. Iho mir kornet pi végén kaj felandek vand. Femnok besoft, iszte flesok kemát is egy szólta Móze, de félfinger kisztel szegy szólta Johan, und te suszafed a szegy szó, de szepi mit kuma. Szó számér szegy, kumaróden, slimfolkange, im kirkeberg. Mit unzri olyi krózi slim. Im 10 minuten Vormeset tuat. Te kámci pek is klottais kvészt. Und vélma anfang kámcam forny, de slín is szós nő óvikume, taz mér in te foraszaj korten ajni krusszal. Inde mitni in korten steht a krózista tó. De hőlige József mit den hóhű in száj hand. Mi ham szó az unklikot, vaj mér is te tó, te vistám. De hőlige József ott anfang zem vokkel. Auf ahoj, izerim sné, nájt folyn. Und te pvóra, hod ollesz fenn fang szexél. Mi ham szó festrópt von, vett te pvóra, hod ez fangsz te aufmocht, und hod gschrien. Vos hob dirk mocht, kumst nö herajsz hodel unten. I hob se tánt, de tájfű werd ich opuj. Mi ham zem fóra nájkánge, de fóra vos tóak szórnik. Er hodunc szót, szét a nélda of the pound. Jobb mér cerep szík szét, óve i pinfen pán óve krucst. Tóha mér unsz nóvá moj probér tík szétszen, óve jesszis te andri, te pernak jól óve krucst. De plotz vóa végig. De fóra od anfang zem spekulieren. Auf Amoy is ihm was eingefallen. Da hat er uns gesagt, wir müssen die Bank vernauen, dass sie länger wird. So was habe ich noch nicht gehört, aber wir haben die Bank anfangen zu ziehen. Wir haben alle geschützt. Davor hat er gesagt, wir müssen besser anziehen. Wir haben dann noch besser geschützt. So haben wir unsere Quant übergeschmissen. Der Leihü, die Windejange und alles. Wir haben so mild gewesen, dass wir sind und sitzen auf der Bank. Und jeder hat bloß gehört, da ist ein Wunder passiert. Der Pfarrer hat gesagt, der Vordersohn kommt die Statue wieder aufstehen. Das haben wir geschwind haben können. Da habe ich verzögert,
wie die Bank verlängern kann. Und was mit der Statue geschehen ist. Aber was ich dann gekriegt habe, das brauche ich nicht verzeihen.